Polgári erkölccsel nézve ez gusztustalan, ez okádék, ez hányadék. És az egy dolog, hogy szerintem Mészáros Lőrinc a konzervatív keresztény oldal szégyene, meg de Rogán Antal is, meg Habony Árpád is, ezt fel kéne, hogy ismerjék, mert ez szétfogja őket, ez tönkre fogja tenni ezt az oldalt. Hát a Pecsi srácoknak dolgozol, azért kapod a fizetésedet, hogy azt a narratívát erősítsd, amit a kormány mond. Ki az, aki lefotózza? Mert a bal oldal, aki a pedagógus... A CIA! Ja, hagyd már békén, hogy befejezzem hát azt onnan, a rohadt mondatot! Na, de hagyd mondjam, hogy tényleg csak hogy mondja végig. Hát hogyan én az előbb? De te azért elég sokat beszéltél ma, kérlek. Oldja meg, ölesse meg! Elképzel a turistát, miért nincs arra egymilliárdot szányúra, hogy ölesse meg? Hát most, ha nem tetszik neki. Soha nem próbálkoztam még bejutni egy luxus jaktra sem. Ja, csak ez hiányzik, hogy nem próbáltuk meg. Ígérem, ja, hogy amíg oda kell. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Nyílt Sisak legújabb adásában. Én Tikvicki Dóra vagyok. Ma szó lesz arról, hogy mit lehet tenni a hajléktalan helyzettel, mennyire fajsúlyos kérdés Mészáros Lőrincék luxusjaktozása, de szó lesz arról is, hogy a gazdaságfejlesztési miniszterünk szerint brutálisan hatékonyak a kormányzati intézkedések, illetve arról is, hogy Orbán Viktor szerint nem épül kínai vegyi anyagelosztó központ, viszont valamilyen döntés mégiscsak készülőben van. A mai vendégeink pedig Komáromi Gergely, zenész aktivista, Magyar Dávid rádiós műsorvezető, Varga Ádám, a Pesti Srácok újságírója, illetve Zagyba Gyula volt országgyűlési képviselő. Köszönöm szépen mindenkinek. Kezdjük a hajléktalanok helyzetével. Ugye ez egy igazából egy konstans fennálló probléma, amivel nagyon nehéz mit kezdeni, sokan nem is tudják, hogy kinek kellene vele valamit kezdeni, és hogy most akkor lakhatás, város vagy szociálpolitikai kérdés. Dávid? Szerintem ez ebbe a gazdasági rendszerbe kódolva van, hogy emberek az utcára fognak kerülni. Magyarországon minden híresztelés ellenére neoliberális gazdasági modell van, tehát ez a legkegyetlenebb formája szerintem a kapitalizmusnak, amivel eleve egyébként is rengeteg probléma van. És látványosan az utcán az emberek, az otthontalan, egy hajléktalan emberek a rendszerváltáskor jelentek meg, tehát amikor összeomlott a bolsevik diktatúra, ami ugye próbálta leplezni, hogy vannak társadalmi egyenlőtlenségek, ezért az embereket bekényszerítette munkahelyekre, akár alibi munkahelyekre, és akkor munkásszállón lehetett lakni. Tehát lehetett igazából nulla tulajdonnal, de úgy mégis ellenni valami szint fölött, és a rendszerváltáskor kiderült, hogy ennek az új rendszernek erre már nincsen szüksége, sőt, szerintem kifejezetten ilyen jelzőtáblaként, vagy valamiféle ilyen ösztönzőként szükség van a hajléktalanokra azért, hogy mindig lásd, hogy mi lehet, vagy hova csúszhatsz le, és ezért mindig taposulmalomban. És szerintem Magyarország ebben a tekintetben egy ilyen viszonylag kegyetlen modellt visz. Ez a kormány ezt kifejezetten így rendészeti problémaként kezeli, tehát hogy ne aludjanak a parkba, takarodjanak ki a városból, ne legyenek a szemünk előtt, de nem úgy, mint annak idején a kommunisták, ami valószínűleg szinte nem volt egy jó megoldás, ők egyszerűen így akarják így söpörni. Én így látom. Én látom, hogy nagyon egyetértettél. Igen, nem tudnék jobban egyetérteni, szerintem is ez a helyzet, amitől még kegyetlenebb, meg még szomorúbb, még tragikusabb az egész, az, hogy egyértelműen csak döntés meg hozzáállás kérdése, tehát nem az a helyzet, hogy nem áll rendelkezésre megfelelő ingatlan ahhoz, hogy mondjuk mindenkinek legyen fedél a feje fölött. Tele vagyunk luxusvillákkal, régi rendszerbe, vagy akármikor használt óriási épületekkel. Ezer és egymillió módja lehetne annak, hogyha ez szempont lenne, hogy mindenkinek a feje fölött fedél legyen. Olyan koncepciókat is könnyedén ki lehetne dolgozni, hogyha lenne erre szándék és akarat, hogy valamiféle teljesítmény is legyen a lakhatás mögött, közösségi kertet kell együtt fönntartani, valamiféle munkateljesítményt kell benyújtani, ne legyen hullarészeg az ember, különben nem jöhet be, stb. Tehát ez most is így van. Hát ez a teljesen emberi, méltóság teljes emberi életre teljesen alkalmatlan, hajléktalan szállókon valóban van egy ilyen szabály, ahol eleve nincsen megfelelő férő hely annyi ember számára, akik az utcán vannak, és eleve méltatlanak a körülmények. Tehát rengeteg hajléktalan választja azt tudatosan, hogy inkább az utcán van, semmint hogy bemenjen a fertőzött és veszélyekkel teli hajléktalan szállóra. Tehát, hogy
Jelenleg nem állnak rendelkezésre. A helyettelen szállók azok ki miatt veszélyeztetettek? Tehát mondjuk a veszélyt azok kik okozzák ott egyébként? Jó, nyilván persze vannak problémák, persze vannak, nagyon sok alkoholista van, tehát nyilván én régebben beszélgettem hajléktalanokkal, és valakitől nagyon megragadt bennem az, amikor azt mondta, hogy ha egy évet, egy telet lenyomsz az utcán, akkor neked annyit, tehát akkor már nem vagy ember. Jelenleg a hajléktalanoknak a 30%-a pszichiátriai ellátásra szorulna, de ugye azt a kormány leépítette. Nyilván az alkoholizmus... Aztán csak hajléktalanoknál építette, hanem nálad is, nálad. Persze, abszolút, ez világos. Azt a dolgozó rétegnél is leépítette. Világos, hogy középosztály mondjuk még meg tud fizetni bizonyos szolgáltatásokat, nyilván hajléktalanként ez nem jöhet szóba. Ráadásul tegyük hozzá, hogy mondjuk Budapesten ma már megfizethetetlenek az albérlet árak, nyilván ennek is több oka van. Tehát azért nagyon nehéz mondjuk itt megmaradni, miközben vidéken még rosszabb a helyzet, tehát vannak olyan falvak, ahonnan tényleg egyetlen lehetőséged van, hogy a kádárkocka, amiben laktál, az 100 ezer forintért elad, ha valaki megveszi. Pestre jössz szerencsét próbálni, és ott maradsz az aluljáról. Tegnap este beszéltem egy hajléktalannal, és úgy, hogy nem is tudtam, hogy ez téma lesz, mert egyébként, amit nekem küldtetek, abban még nem is volt ez a téma benne, úgyhogy találkoztam egy olyan hajléktalan, aki egyébként ismert teljesen más miatt, rám köszönt. És beszélgettem vele, tegnap itt Pesten este, és megkérdeztem tőle ezt, amit most te itt felhoztál, hogy miért Pesten, miért nem vidéken, tehát hogy Pesten, tehát vidéken még talán lenne rá esélye, hogy mit tudom én, egy valami lakhatást intézze magának, miért azért nem vidéken, és azért maradt Pesten, inkább az utcán, mert vidéken éhen halna, Pesten meg nem hal éhen. Tehát Pesten összetudja szedni a napi betevőjét ebből abban a mavval, de tök mindegy, tehát egy forgalmas helyen, akármivel, ablakucolástól kezdve a koldulásig, bármivel, de összeszedi, tehát visszaviszi a PET palackokat, vidéken meg nem tudja ezt megoldani. És mégis, tehát önszántából inkább utcán kihúzza Pesten, de nem megy le vidékre. És ez nem tragikus, hogy a de tragikus, lakhatás de csak azt mondom, hogy jó, csak ez... De jól lakás közel kell választani. Hogy most felhozzátok itt a budapesti albérletárakat, mindent, de hát nem feltétlenül, és ugye is... Miért te mit választanál, hogy éhen halsz, de nem egy, tudom, éhen nekem halsz egy lakásban, vagy... Figyelj, tehát most nekem az öcsém, az volt hajléktalan szállóvezető X évig, és beszélgettem ezekről vele annól, amikor hajléktalan szállóvezető volt, egyébként egyszer meg is késelték, csak mondom, tehát azért annyira tényleg, a másik oldala sem egyszerű a hajléktalan szálló, persze, tehát nem csak a hajléktalanoknak veszélyes, hanem az ott dolgozóknak is veszélyes, na és a öcsémet, tehát egy családi beszélgetésekben így többször elkérdeztem, hogy miért nem mennek be. És nem csak az olyan helyekre nem mennek be, egyébként a hajléktalanoknak jelentős része, ahol méltatlan a körülmény, tehát oda sem mennek be, ahol egyébként valamilyen szinten emberi körülmény van, de vannak szabályok. Tehát hogy a jelentős része, és most itt az általános, most azt a nagy százalékokról beszélünk, általában azért nem mennek be, mert azt a sok szabályt nem akarják betartani a jó helyen sem. Tehát a jó helyre sem megy be mindenki. De azért még nem csak a rossz helyre nem megy be. A jó hely is olyan, hogy idézőjelben jó hely, másrészt meg de vannak szabályok. Vannak fizetős helyek, tehát van az ingyenes, ahol poloska van, és ott egy éjszakát sem bírsz ki. Másrészt meg, ha azt nézzük, hogy a statisztika szerint Budapesten 15-20 ezer hajléktalan van, mondjuk országosan 40 ezer, tehát a fele az Budapesten van. A férőhelyek száma meg mennyi? 3000, 5000? Tehát, hogy nem, nincs 20, tudjuk. Ezt most jó, nem azt mondom, hogy ki tehet, azt mondom, hogy nem akar bemenni, de nincs de is hova. Egyébként amúgy nem. Tehát most figyelj, tök őszintén azt valaki kiszámolta, hogyha holnapra varázsütésre lesz 40 ezer férőhely, akkor mindenki be fog menni? Jó, hát, akkor most hogy jöjjek már egy pillanatra, nagyon sok szóhoz egy pillanat emeljük most már. 40 ezer férőhelyt be fognak menni? Én csak kíváncsi voltam az álláspontokra, azért hallgattam ennyire, én jegyzeteltem magamnak. Tehát itt elhangzott tőled egy olyan mondat, hogy ez specifikus, tehát hogy ez valamilyen ilyen magyarországi specifikus, mert... Nem hiszem, hogy ezt a szót használtam, az biztos. Nem, az biztos, hogy az EU-s átlagnak a duplája Magyarországon. Jó, akkor hadd kérdezz, tehát mi az oka annak,
hogy van hajléktalanság. Tehát mi a hajléktalanság oka? Tehát, hogy külföldön is van, külföldön, tehát Londonban például ugye... De az is egy neoliberális gazdaság. Ez Nagy-Britannia az a csúcsa ennek. Aminek az egyik értem, tehát akkor neoliberális értem, kapitalizmusnak az egyik... Világos. Mindjárt téged is kérdezek, mert van itt egy pár dolog, ami érdekel engem, és kíváncsi vagyok az álláspontodra. Na most ugye azt mondod, hogy ez a neoliberális gazdaságmodellnek a velejárója. Itt meg azt halljuk, hogy szabályok vannak a különböző szállókon. Tehát, hogyha képzeljük el azt a modellt, ami nem neoliberális, ugyebár. Amiben, de akkor, hogyha nem neoliberális, tehát itt megvalósulnak úgymond ezek a szabadságok, és hát azt vettem ki a szavaidból, vagy a szavaidokból, hogy te arra utalsz ezzel, hogy azért van a hajléktalanság, mert ők annyira nem tudták a lépést tartani ezzel a neoliberális kapitalizmusra, hogy a társadalom peremére szorultak. Na már most, hogyha ezzel egy ellentétes rendszert állítunk fel, ami nem ez a neoliberális kapitalista, ahogy te fogalmaztál, bár én ezzel nem értek egyet, de ebből kiindulva, akkor egy olyan rendszert tudok csak elképzelni, ami ennek az ellentéte. Ott viszont már nem valósulnak meg azok a szabadságjogok, hogy az utcán élhetnek, ott akár ebben a modellben, amit most fiktíven elképzelünk, akár börtön is járhat érte, mert a neoliberális gazdaságmodell velejárója a szabadság, ha pedig az ellentétét veszek, akkor ott jönnek a kényszerítő eszközök. De nem, hát nem, itt nem, jár nem, börtön nem, érte. De nem, hát nem. Itt. Börtön? Hát mármint, hogy a... Börtön jár... rendészeti módszerekkel börtön kezelik jár, a hajléktalanságot. Nem, börtön jár érte? Ha nem is börtön, de fogdára beviszik a hajléktalan. Most hazudtál, vagy hülyeséget mondtál, ez a kérdés? Oké, nem konkrétan börtön, de itt... Köszönöm, hogy kijavítod magad. Most jön a másik kérdés, bocsánat. Itt kezeljük rendészeti kérdésként, pont, ez nem az ellentét, ez ugyanaz a rendszer. Én felhívtam a rendőrséget, amikor... Valamit, hogy azt mondod, hogy akkor rögtön egy ilyen kényszerítő jellegű, tehát ilyen mondjuk nevezük diktatúrának, hogy csak ez nem képzelhető a neoliberalizmusra szemben. Szerintem a neoliberalizmus is egy diktatúra, csak a piacnak nevezett, nem tudom, dinamikának a diktatúrája. És ezzel szemben nem csak azt tudom elképzelni, hanem például egy szociális piacgazdaságot is, ahol az állam megpróbálja megelőzni, hogy valaki az utcára kerüljön, ha az utcára került, megpróbál segíteni neki, hogy visszataláljon a társadalomba, mert a hajléktalan semmiféle világos értéket nem tud számunkra termelni, ha segítenénk, lehet, hogy tudna. Erre is ki akarok térni. Mondtál még egy olyan utcára kerülésnek arra egyébként sok oka lehet ennek is. Ennek... Mondom, de van statisztika. De egy pillanat. Azt mondod, hogy ingatlan luxusvillák állnak. Én nem akarok már itt a 10. percben nem akarok gyújtsani, ezzel vajon Ferenc vajon az üres szobájában hány hajléktalant fogadott be, nem megyek ebbe bele, nyilván egyet sem. Gondolom ugyanannyit, mint Lőrinc, tehát most ez teljesen értelmetlen. Viszont Mészáros Lőrinc alakozta a legtöbbet eddig. Akkor nem Mészáros Lőrinc alakozta a legtöbbet, hanem az adófizetők. Jó, de nem megyek ebbe bele, nem akarok belemenni ebbe a gyújtsani. Csak hogy egyértelmű legyen, ezek közül a politikus bűnözők közül én egyiket se támogatom. Amikor valamit mondunk a Mészáros Lőrincről vagy Orbán Viktorról, ha azzal vágsz, hogy de a gyurcsány se támogatom. Én ezzel kezdtem. Viszont én igazából most tudtam meg, hogy téged Gergőnek hívnak, aminek igazán örülök. Gergő, akkor ingatlanok, luxusvillák. Te. Ha te melletted, te élsz, dolgozol, nem tudom, dolgozol, vagy miből tartod fönn magad, és építed a kis házadat tégláról téglára, és ezeket te folyamatosan akármit teszel, zenélsz, vagy éppen aktivizálod magad aktivistak, én nem tudom, hogy pontosan az hogy működik nálad, te dolgozol, építkezed a te karrieredet. Emellett azt látod, hogy valaki, aki feltételes módban beszélek most, éppen az életét úgy döntött, hogy a kábítószereknek és az alkoholnak, ami szintén egy kábítószer, az én olvastam, a szenteli, az utcára kerül, mert a családja miatt emiatt elhagyta, vagy emiatt nem... Nem feltétlenül, mondjuk esetleg kisebbiszta a felesége. Mondtam egy példát, hogy hol igazságos az a rendszer, amikor valaki a semmittevésért kap egy egész házat, amiért az átlag adófizetőnek egy életen át kell dolgoznia. Tehát ez hol igazságos? Senki nem mondta, hogy a semmittevésért kapjon egy egész házat. Arról volt szó, figyelj, hogy ezt az egész bal-jobb szembenállásnak már az elejében menjünk, mert itt az előbb a neoliberális kapitalizmussal szembe helyezted a, nem tudom, a valamiféle diktatúrát. Nem, egy olyan rendszer, ahol kényszerítve van az ember arra, hogy ne az utcán éljen, mert jelenleg... Nem ez az ellentéte. Koncentráljunk arra, hogy mit lehet tenni. Figyelj, szerintem alapvetően rendszer szintű probléma, ahogyan már kezdődött ez az egész, és az egésznek a fő kiinduló pontja, hogy a kapitalizmusnak ezt a teljes hazugságát, a folyamatosan gyarapított tőkét meg vagyont, ezt helyezzük a középpontba. De miért van az, hogy valahogy ahelyett, hogy mondjuk nem a nemzeti tőke felhalmozás, hanem mondjuk a nemzeti boldogságot helyeznénk a középpontba, hogy az legyen az értékmérő. A nemzeti boldogság, a lehető legtöbb ember a lehető szétlövi magát heroinnal. Ez is lehet egyfajta boldogság. De nem, a szerhasználat az abszolút nem úgy van, hogy az átlagos középosztálybeli gyerek egyszer gondol egyet és elkezdi magát heroinnal lőni. Az
alkoholisták, meg a heroinisták, meg a mindenféle herbálosok, azok általában valami súlyos traumával, vagy legalábbis nagyon nehéz szociális helyzettel jönnek. De figyelj, meg a nagyon gazdagok. A zenészek is rengeteg szociális traumával. Hát, de most te honnan tudod, hogy de most komolyan, hogy verte az apja, vagy nem, de tök mindegy. A nerlovagok is nyilván, azok is. Az meg a másik, tehát a nerlovagnak, a milliárdos nerlovagnak a gyereke, akinek... Mindenki. Hányat mondjak, Jó. Ezt ebbe abszolút egyetértek veled. Szerintem a műsoron kívül mondok neked 15-öt, jó? Meg volt is, akit ismersz. Meghallgatom. Jó, eljutottunk akkor odáig, hogy lakhatási probléma, de ezen felül azért még vannak. De a műsorvezetőt szerintem még ne ugassuk le egymást. Igen, köszönöm ezt, igazán kedves. Szóval akkor a lakhatási problémán túl mit lehet tenni? Mert az azért odáig mindannyian eljutunk, hogy ez egy probléma, azt meg kell oldani, de nem elég. De hogyha hajléktalan szálló nem akarnak menni, mert az veszélyes. Tehát mitől veszélyesebb egy hajléktalan szálló, mint az utca? Tehát mitől veszélyesebb az, ezt nekem magyarázza el valaki? Attól, hogy általában kirabolják őket ott. Mint az utcán? Ellenben az utcán nem? Hát, utca egyrészt be van kamerázva, és van egy csomó ember. Én kíváncsi vagyok, mond. Van úgy, hogy ott meg tudja magát védeni, mert mondjuk akivel tegnap beszéltem, ők is ketten-hárman vannak, tehát összeállnak brigádba az utcán. A hajléktalan pedig nem tudnak összeállni. Nem biztos, hogy bent van a párja, vagy akivel összeállnába. De ha együtt sétálnak oda. Nem biztos, hogy ott eszik, nem mennek oda, ha nem mennek oda, akkor ezáltal szerintem van félre. Ez még mindig nem a megoldás. Ez nem a megoldás. Hogy mondjak egy nagyon egyszerű megoldást, jó? Most ilyen nagyon, hogy mondjam... Szóval nem szép dolog ezt mondani, de érted, itt ebben az országban egy nagyon egyenlőtlen adózás van. Egyenlőtlen? Kíváncsi vagyok. Igen, mert jelenleg azokat túltámogatja a rendszer, akik a tetején vannak, és akik egyébként általában döntéshozók, illetve általában olyan kapcsolati hálóval rendelkeznek, hogy mondjuk nagy hatásuk van például a nyilvánosságra is, mondjuk, érted? Tehát, hogy a felső középosztály van rohadtul megtolva, és az, hogy mi van lent, az le van szarva, és ott mindenki dögöljön meg, és tapossa agyon egymást. És szerintem ez nem oké. Én egy ennél egyenlőség felé elmozduló rendszerben jobban hinnék, tehát azt mondom, hogy legyen sávos mondjuk a személyi jövedelemadó rendszer, leggazdagabbak adózzanak többet, mert abban az országban, ahol valaki nem oldja meg, de egy 30 milliárd forintos jacht azért az már egy olyan jelzés, hogy annyi pénzem van, hogy így bármit csináltak, elégetem, semmi értelme. Mindannyian tudjuk, hogy semmi értelme egy ekkora jachtnak, semmi értelme. És mégis, és ez csak egy dolog, ez csak az, ami most éppen látszik, de hogy ebből van 100 ilyen, vagy 1000 ilyen, és azért abból már meg lehetne oldani. Jó, akkor ezt a gondolatot továbbvéve, egy még konkrétabb ötletet mondok. Szerintem az lenne az igazságos, nyilván az egész adózási rendszert, meg az egész gazdasági rendszer stb. Át kéne alakítani így. Van olyan ország, ahol szerinted igazságos, akkor te még hozzá kérlek. Van, ahol közelebb van, van, ahol kevésbé, de mondok neked egy példát, Rojava, nem tudom, hogy ismered-e, az Észak-Szíriában a kurdoknak ez a nagyon-nagyon izgalmas társadalmi kísérlet állam alakulata. Na, az például az empatikus, valószínű, közösségi együttműködésen és egyenlőségen alapuló együttélésnek egy jó példája, de hát közben meg háborús helyzet van, tehát, hogy... Szóval az valami nem működött, mégsem értem. Hát nem valami nem működött, hanem nem egy békés helyzetben nekik még azzal is meg kell küzdeni, hogy közben harcolnak még három különböző entitással. Tehát nem feltétlenül egy tökéletesen követhető példa, de csak egy példát mondtam, ami most így elsőre az eszembe jutott, ha már kérdeztél egy jó példát, ez egy nem annyira köztudott példája, meglehetősen egalitáriánus és együttérzésen alapuló társadalmi művelem. Oka van az, hogy ez nem terjedt el. Ez egy-két éves. Mi az oka szerinted? Ez pontosan ugyanaz, most nagyon nagyot fogok ugrani, ez pontosan az, amiért a kommunizmus már a sokadik próbálkozása. Nem lehet a társadalmat, nem lehet megerőszakolni, az az oka. Pontosan de ezt csinálják, Nem mondjátok, hogy inkább nektek adok igazat egyébként, egy jelentős részben, de amúgy nem lehet megerőszakolni a társadalmat. Tehát mondom, hogy ezt csinálják, csak a társadalmi kísérleteknek, a társadalmi kísérleteknek, hát megerőszakolnak minket, hát tönkre vannak téve, amit ti is szoktatok említeni, például a hagyományos családmodell is
azért vérzett ki, mert ez az ipari, ilyen növekedés alapú őrület, ami ez mindent szétbombáz, mindent lerombol. Jó, de a növekedés alapú őrület egyébként amúgy a magukat baloldaliaknak vagy anarchistáknak nevezők is ugyanúgy azt is ugyanúgy pörgetik. Tehát ugyanúgy nem second handből. Ez nem igaz, ez nem. Félre ne értsi, nem sértegetésnek szállom, vagy sértésnek, vagy személyeskedésnek, és nem téged kommunistázlak le ezzel. Hát ez nehéz lenne. De valahogy mindig azt hallom minden kommunistától, hogy adót kell emelni. Soha nem hallottam még egyetlen egy embertől sem, aki ilyen problémáról beszél. Tehát mindenki a gazdagoktól akarna elvenni, ahelyett, hogy a szegényeknek csökkenteni a közterheit. És most értem, hogy valaki kap az ötleten, és most felveti ezt, én ezt értem. De tehát mindig azt hallom, vegyük el a gazdagokat, ahelyett, hogy a szegényebbek adóterheit csökkentenénk. Mondok másikat. Ne haragudj, de pontosan ezt mondta, nem ezt hogy mondta. A szegényeknek az adóterheit csökkenteni, hogy az ultragazdagoknak... Figyelj, de én figyelj, konkrét ötletet erre reagálva akartam felhozni, az hogy... Közbevágsz, azért fogom befejezni, mert elkezdtem egy gondolatot. Csak feltettél egy kérdést, mi számít ultragazdagnak? Szerintem ebben az országban lehetne csinálni egy népszavazást. Emberek, szeretnétek-e, hogy ennyi havi vagy éves jövedelem, vagy ekkora tőke, vagy ekkora vagyon fölött kivessünk egy 5, 10, 1, akárhány százalékos adót? Gazdasági kérdésekről még lesz szó, viszont. Akkor azért nézzünk meg egy külföldi példát, vagy hát több országban is, ez egy ilyen bevett szokás, ahol, tehát hogy egyrészt nyilván mindenkin segíteni nem lehet, de a lakhatáshoz is visszatérve úgy kaphatnak ezek az emberek fedélt a fejük fölé, hogyha pszichés segítséget kapnak, ezeken részt vesznek, és munkahelytámogatást is. Itt a probléma az, hogy kormányzati szándék nincs rá, és a rendszerváltás óta nem láttam, hogy lett volna bármelyik, tehát ez tök mindegy, ez bal jobb, teljesen senki nem foglalkozott vele, legfeljebb néha beléjük rúgtak, de úgy az, hogy minket az nem érdekel, hogy emberek ebbe az országba el tudnak veszni, és az egy kérdés, és tudom, hogy ti inkább afelé hajlottok, hogy a saját hibájából, hogy mert ivott, mert elkártyázta, vagy eljátékgépezte, de hogy tudom, hogy alapvetően van egy ilyen, általában az szokott lenni, legalábbis jobb oldalon inkább vetik fel az egyén felelősséget, hogy azért, mert részeg vagy, a bal oldal meg azt mondja, hogy ő meg azért részeg, mert mit tudom, hogy verte az apja, szóval, hogy oké, de lépjünk túl ezen. Nagyon-nagyon sok összetevője van, és volt például itt egy gazdasági válság 2008-ban, a svájci frank hitelekkel rengetegen bedőltek. Ott is mondhatjuk azt, hogy nem kellett volna felvenni a hitelt, mert hülye vagy, miért vetted fel. De hát ha közben az embert bombázzák, és persze, legyek okos, gondolkodjak, de egész nap azzal bombáznak, hogy vedd ezt, vedd azt, vedd amazt, és az emberek bedőlnek, így működik a rendszer. Vagy itt van a Covid, az is nagyon sok embert kicsinált, elvesztett a munkáját. Meg itt, igen, és na meg a Schadl, nem is kell mondani, tehát hogy azért, hogy mi van ebben az országban. És hagyj folytassam, és akkor van az energiaválság, tehát ezt a kormány is eléggé felfújja, ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy milyen szinten változott meg az életünk mondjuk 2020-tól kezdve, hogy amikor a Covidot túlélted, akkor az energiaválság csap ki az otthonodból. Én most tegnap beszéltem a szomszéd nyugdíjas nénivel, akinek eddig 15 ezer volt a gázszámlája, most meg 65 ezerről kapott egy számlát, azért lesz olyan ember, aki ezt nem tudja kifizetni. Ja. És a 65 ezer még nem olyan vészes. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok összetevője van. 65 ezeres számlát azért. Jó, nekem meg 90 valamennyi lett volna baj, ha nem állok át ízére, fára, egyébként csak mondom. És a fa is rohadtul megdrágult, a fának is az ára az elmúlt, mit tudom, 10 évben meg négyszereződött. Több millió ember nem jut egyről a kettőre, beleértve magamat is, meg mindenkit, akit a környezetemben látok, még az is, akinek saját lehet... házban mi az, vagy bérlet? Igen, saját házban is, nem önerőből csináltam, de ez most lényegtelen abban a szempontból, nem haladsz, nem tudsz jutni. Tehát azt látod, hogy az, hogy volt, ugye van ez az amerikai állam, amit az amerikaiak zabáltak évtizedeken át, hogy így majd keményen dolgozol, és akkor eljutsz valahova. És én most Magyarországon azt látom, hogy a legjobb esetben egy helybe taposol, rosszabb esetben még így érzed, hogy így csúszol hátra, és így valahol a szakadék felé közeledsz. Nem biztos, hogy le fogsz csúszni, de közeledsz felé. Én ezt érzem. Hát én ezt érzem, igen, és ezt tapasztalom, és azon is ezt tapasztalom, akinek van egy olyan vállalkozása, ami mondjuk, mit tudom én, van 10 alkalmazottja, és lehet, hogy 100 milliós éves forgalma van, de azt érzi, hogy küszködnek, hogy azt megtartsák. Érzi. Nem azt érzi, ezt hogy... Ezt érzi, igen. Hát igen. Az érzés az még... Én nem hiszem... Nincs megfelelő kapcsolata.
Tehát, mármint, hogy a hát tényei, hogy legyenek tényérzékelése. Tehát, értem, hogy te most a percepció, percepcióra fókuszálsz, hogy... Én azt érzem, hogy nincs egy saját házam, én is ezt érzem, nincs autóm se, és nem tudok egyről a kettő, én is ezt érzem. Mondd el, kérlek. Tehát te úgy érted ezt, hogy csak ezt érzékelik, de valójában a valóság az nem ez. Akkor egy másik szót lehet használni, ezt tapasztalja. Tehát az, amikor azt tapasztalod, hogy dönteni kell, hogy most akkor a gyerekek kajáljanak reggelire, vagy te lakjál jól, vagy neked elég lesz egy szelet kenyér is, és akkor legalább mindegyik tudod tenni mondjuk egy banánt. Ez nem egy érzés, ez nem egy ilyen illuzórikus percepció a valóságnak valami téves észlelése, hanem ez a magyar rögvalóság, és nem 0,4% érzékeli. A belföldi magyar turizmus statisztikai valahogy nem ezt mutatják. Tehát, hogy én azt látom, folyamatosan azt látom, hogy most jött ki a Telexen egy cikk, a Telexen jött ki egy cikk, hogy egyre több pénz van. És a Telex írta ezt, ez viszonylag korrekt gazdasági cikk. De neked csak a felső középosztály a magyarok amúgy. Nem erről beszéltem. A Telex most írt egy cikket, hogy az embereknek, a magyar embereknek egyre több pénzük van, már több pénzük van állampapírban, mint bankbetétekben. Tehát én arra gondoltam ezáltal, hogy akkor is, ha elolvasod, akkor ott van, nyilván az ember nem azt a pénzét teszi az államkincstárba, meg az állampapírokba, amiket ő el tud költeni, vagy amikre készít. Tehát azt érzem ebből, én is azt úgymond ez alapján azt látom, hogy a magyar emberek valahogy egyre tudatosabbak pénzügyi szempontból, egyre több van nekik, amit félre tudnak tenni, ami, hogy nem hónapról. Jó, hát hogyha már erre kanyarodtunk, akkor beszéljünk arról, hogy ilyen Nagy Márton szerint brutálisan hatékonyak a kormányzati intézkedések, és a KSH adatai szerint a kormány egyre inkább letöri az inflációt. A miniszter azt is megjegyezte, hogy ez már a dinamikus infláció csökkenés időszaka, a kötelező akciózás és az online árfigyelő rendszer rendkívül hatékonyan működnek, mert öldöklő versenyt indítottak el a piacon. Hát én mit értünk? És mi a legvége ennek a hírnek, hogy azt mondják, hogy addig nem állunk meg, amíg egy számjegyűre nem szorítjuk le az infláció. Tehát ez egy ilyen vízió, egy ilyen nagy cél. Igen, már elért Lengyelország, Románia, stb. 3000 milliárd EU-s támogatás hiányzik a költségvetésből, ez ne zavarjon semmit. De én tudtam, hogy ez nekünk nem hiányzik, mert mi ennél sokkal jobbak és erősebbek vagyunk, nekünk nincs iségünk. Fent tudunk maradni nélkül, nem megyünk csődbe nélkül, ez ami nem mindegy. Egyről a kettőre él az ország az EU-s támogatások. De hát ilyen, ez jár. Tulajdonképpen ezt még nem hallottam. A hír arról szól, hogy a kormánynak van köze ahhoz, hogy az infláció mérséklőd, mert amúgy bemész a X bevásárlóközpontba, észreveszed, hogy egyébként tényleg mérséklődik, mert kevesebbe kerül X termék. Azért, nyilván azért most lehet majd mondani a nézőknek, hogy jaj, ez a hülye, ez úgyse ért, nem ért a közgazdasághoz, hogy beleugat, meg ne, de egyébként azt látod, hogy bemész, felemelték 4500-ra a trapista sajtot, amit Magyarországon legtöbben fogyasztottak tejtermékből, nem vette senki, ezért muszáj volt leengedni. Kész. Tehát ez nem bonyolult, tehát ez nem kell. És ehhez van köze a kormánynak, vagy nincs? Tehát erről szólok. Tehát ahhoz, hogy a idézőjelbe, és most nem liberálisként mondom, de hogy az inflációba belépett úgymond az önszabályozó rendszer, és magát szabályozta a piac, mert túl drága volt bizonyos termék. Megérkeztünk. És emiatt leengedték az árat, mert nem tudod eladni, és muszáj volt a bevásárlóközpontnak lejjebb engedni, ehhez van-e köze a kormánynak, vagy nincs? Szerintem nincs, de szerintem van. Hadd kérek egy definíciót tőled az inflációra, egy definíciót. Igen, nem vagyok közgazdász. Én sem vagyok, azt kimondtam. Jó, de okosabb vagy, mint én. Köszönöm, nem hiszem, hogy most ebben a közgazdasági témában most bárki is dűlőre, akinek van diplomája, nem Hajnal Miklósok vagyunk mi, ugyebár. Igen. Viszont egy egyszerű definíció, te olvashatod, nem kell szakmai véleményed szerint, mi az infláció? Áremelés. Értem. Tehát akkor arról beszéltünk, eddig azt hallgattam folyamatosan baloldalról, hogy a kormány felelős az inflációért. Most azt mondod, hogy az infláció... De én nem ők baloldali, de ne keverjük már össze a szezont. Nem mondtam, hogy az vagy. Azt mondtam, ezt hallottam baloldalról. Ezt hallottam baloldalról. Na most ugye, most azt halljuk ugye bár tőled, és megegyeztünk, hogy ez áremelés. A kérdés az, hogy van-e köze a kormánynak ahhoz, hogy a különböző szupermarketek, Osan, Lidl, nem tudom, Aldi megemelték az árakat. És akkor azt halljuk, folyamatosan azt halljuk, hogy a kormánynak
köze van, az ő okozza Orbán Viktor az inflációt, váltsuk le a Zorbánt, és akkor megszűnik az infláció. Mert Orbán Viktor zsebében az infláció egy ilyen papírtigris, amit ő visz meg, és ha leváltod Orbán Viktor, akkor megy vele ez a papírtigris infláció. Most a hír arról szólt, és akkor most meg, hogy csökkennek az árak, ezt azt, hát a piac szabályozza magát. Milyen érdekes, amikor mennek fel az árak, az a kormánynak a hibája, amikor mennek le az árak, az meg hát a piac szabályozza magát. Akkor erre az analógiára hagyd mondjam azt, hogy az milyen érdekes, hogy van egy kormány, amelyik 13 éve van kétharmaddal kormányosztály, gyakorlatilag teljhatalma van, senki semmiben nem szólhat bele 13 éve, és bármi rossz történik ebbe az országba, akkor mindig más a felelős. Akkor ő mindig azt mondja, hogy ez Brüsszel, ez Soros, ez az LGBT ez Biden, és ha bármi jó történik, akkor azt mindig mi csináltuk. Tehát igen, én intéztem ezt nektek a Fidesz. Ehhez a hírhez igazából csak azt szerettem volna hozzátenni, hogy én még életemben nem láttam olyat, hogy egy 17,6%-os inflációt ennyire ünnepeljenek. Tehát, hogy most lement 20 alá, most 17,6, és így petárdák, meg tűzi játék, komolyan itt tartunk, miközben az EU átlag már javában 10% alatt van, már egy éve 9%-on tetőzött, és akkor 17,6-nak örülünk. Hát gyerekek, ezt tudjátok, azt jelenti, hogy a mi pénzünk az folyamatosan nagyon sokkal jobban romlik, mint bárki más Európában, sőt a világ átlagnál is sokkal jobban romlik, és amikor a kormány ünnepli azt, hogy mit tudom én, 18%-on meg tudta állítani a kamatot, és most meg 13 vagy nem tudom 17-re levitte a kamatfolyosót tetejét, akkor ezt ünnepli, ezt tudod mit jelent, hogy minden egyes forint, amit valaki nekünk hitelez, az 17% pluszba kell majd visszaadni, egyszer, majd, pár év múlva, az nagyon sok. Az annyira sok, hogy én nem vennék fel látom, ilyen hitelt bankba, érted? Nem is érdekli. Ilyen százalékra nem veszel fel hitelt. Ehhez képest a magyar állam sok ezer milliárd forint értékben ezen az áron adósít el minket. Ugye azt nézzük, nem azt mondtam, hogy úristen, ünnepeljük ezt a 18%-os inflációt, hanem azt mondtam, hogy vannak intézkedések, és hadd kérdezzem már meg, de most egy igen nemes választ, így menjünk már sorba, mert erre kíváncsi vagyok, ez alapján tudok tovább menni. Az ársapkákkal te egyetértettél? Nem. Te? Én ilyen formában azt gondolom, hogy a legszegényebbeket lehet, hogy segítette, de semmi értelme nincs annak. Oké, értem. Semmi értelme nincs annak, hogy az egyik termékre azt mondom, hogy nem adhatod többért, akkor a másikat fogja többért adni, mert úgyis megveszed. Mert ha a tojás ennyi, akkor majd úgyis megveszed. De a benzin helyett nem teszel bele dízelt az autóba. A benzin speciál, azt pont elengedném, sőt megadóztatnám, az legyen 2000 forint. Ne járjon mindenki autóval. Te egyetértettél az ársapkával? Én azon az alapon nem értem, hogy egyetértettél. Jó, nyugi. Jó, értem. Csak érdekel ez. Nagyon nagy részt, mert ráadásul pontosan olyan termékek voltak kiemelve, amire az ársapka volt, ami a lehető legkárosabb az egyéni fogyasztóra is minden szempontból. De tényleg? Igen, jó, morális. De a magyar valóság az, hogy lisztet olajat cukrot eszel. Melyik feldolgozott élelmiszer nem káros az egészségre? Tehát ne tegyünk úgy, mintha az a kifli, meg a kenyér, az nem ugyanabból a lisztből készül, ami szerinted káros. Ne tegyünk úgy, mintha... Van a teljes kiőrlésű liszt, vannak az egészséges magyar növényi alternatívák, ami az egészségnek is jó, az ökológiának, a környezetünknek is jó. Ja, akkor azt hallottuk, ugye bár, hogy a kormány nem tett semmit, vagy nem akar ezt meg. És amikor jött ez az ársapka dolog, és amikor a kormány próbálta lenyomni erőszakkal ugye bár ezeket az árakat, vagy legalább néhány alapélelmiszer árát, amit sikerült úgymond szinten tartani, tej, tojás, stb. Miatt a többit felemelték az égbe. Szerinted a kereskedő tönkre akar menni? Tehát nyilvánvalóan nem fog a te kedvedért, hogy te lisztet vehess olcsó. Ebben is voltak szabályozások, erre is voltak szabályozások. Tudsz szabályozni, mert itt meg a piac van, az van, hogy a kereskedő meg akar élni, és hogyha 120 forintért kell adnia a lisztet, akkor majd 250-ért adja. Jó, akkor kérem, mit tudott volna tenni a kormány itt ebben a helyzetben? Ársapkát nem alkalmazhat. Diktatórikusan nem mondhatja meg, mennyire adják, mennyire vegyék. Mit tud tenni a kormány? Annyira mindenki hallottam a kritikát, de senkitől nem hallottam egy megoldást se. De haragudj, de figyelj, mielőtt ebbe is belemennénk, én sajnos most itt, bár a legutóbbi beszélgetésünk az nagyon konstruktív volt, mármint így... A Pride-on? Igen, a Pride-on, amikor meginterjúztatál, és akkor utána még mondtad is, hogy milyen jót beszélgetünk, milyen érdemi, konstruktív beszélgetés. Azt mondtam, hogy igazán képzett ügynök, vagy ilyen retorikai képességekkel, ezt mondtam. Nem azt mondtad, hogy képzett ügynök, azt mondtad, hogy nagyon jól beszél. Igen, ezt is, és hozzátettem, hogy milyen képzett vagy. Jó, remek ez. Tehát amit most tapasztalok, az, hogy sajnos nekem nagyon úgy tűnik, hogy nagyon olyan a kommunikációd, mint amilyen a kormány is, hogy gyakorlatilag nem tudunk semmilyen témáról érdemben beszélni pro és kontra, mert mindig valahogy
te találod magad, vagy megoldod, hogy te legyél abban a helyzetben, hogy te teszed fel a kérdéseket, nem a műsorvezető, egyébként, és már rég teljesen másról beszélünk. De én szívesen válaszolok arra, hogy mit lehetett volna másképp csinálni. Például a kormány az erővel nyomta tovább, amikor már elszabadult az infláció, még akkor is nyomta tovább a nagy beruházásokat, tehát hogy építsünk, pedig láttuk azt is, már a csok, ami nem is tudom mikor, 2017-től. Nem. Mondjuk a csok, ami nem tudom, 2017 vagy 16 vagy valami ilyesmitől van, onnan lehet látni, hogy drágult meg például a lakhatás, tehát ha visszacsatolva egy kicsit a hajléktalansághoz, hogy az, hogy ma egy házat felépíteni, az mondjuk 4-szer vagy 5-ször annyiba kerül, mint 10 éve. Az nem véletlen, mert az építőipart azt olyan szinten fűtötték túl, ami teljesen értelmetlen volt, és amikor az infláció beütött, még akkor is ugyanazt nyomta a kormány, hogy nehogy már ne legyen gazdasági növekedésünk, bele a milliárdokat, hogy menjünk előre, csak éppen akkor már a jegybank figyelmeztetett, hogy nem ezt kéne csinálni. Csak hogy ugye ott volt egy kis ellentét Matolcsi meg Orbán között, és Orbán erősebb, ezt tudjuk. De teljesen egyértelmű, hogy 100 milliárdos nagyságrendben folyik el a pénz teljesen értelmetlen hülyeségekre. Ez tényleg mindenki látja, egy egészen elvakult fanatikus kisebbségen kívül, miközben ilyen rendszer szintű problémák vannak, hajléktalanságtól kezdve, stb. Megérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor azt mondtam, hogy retorikai képességed magasan képzettek, vagy magasan fejlettek, amikor azt mondod, hogy tehát van egy állítás a mondatodban, hogy ezzel csak egy elvakult kisebbségért helyett, már te most már lehülyézed kvázi azokat, akik nem veled van, akik nincsenek veled egy azonos állásponton. Jó, most Gyula, te már rég szólaltál meg, úgyhogy kérlek, mondd el a véleményedet. Nem, aztán most végighallgatom ezt a történetet. Nem, egy kávét kérek most, jó? Nem, csak igazából az, hogy ugye az építőipart nagyon sokan szitták, hogy úristen, beszélt valaki egy építőmunkással is arról, hogy neki akkor van munkája, hogyha építőiparban öldik a pénzt. Mert ugye az építőipar jelenleg egy csomó embert állt, azokat is, akik az építőanyagot gyártják, de azokat is, akik felépítik az adott épületet. Illetve jó, de azért azt is tudjuk, hogy a középszintű NER érdekeltek azért az építőiparban. Számot kérek. Mészáros Lőrinc, most fogunk Mészáros Lőrinc. De most a középszintűkről beszélek. Mészáros Lőrinc hány százalékát nyerte meg az építkezési tendernek? Van egy tök közeli ismerősöm, van egy kifejezetten közeli ismerősöm, aki nagyon közel a tűzhöz, ilyen építész mérnökként rengeteg ilyen ilyesmiben részt vett. Nem azért, mert a haverja valakinek, hanem mert egy jó szakember, és így belsős információkból tudom pontosan, hogy nem a munkások nyerészkednek ezen az egészen. Szóval ingyen dolgoznak a munkások. Nagyon sok esetben gyakorlatilag ingyen dolgoznak konkrétan a munkások, hónapokon keresztül, és aztán valahogy eltűnik pont a középszintű vezető, akiknek ki kellett volna őket fizetni, és semmilyen eszköz nincs, ezek konkrétan kormányhoz kötetlen, de egyébként nem általános, de azért nem mondjuk, hogy több jelentős ilyen milliárdos nagyságrendű állami, meg kormányhoz köthető projektben dolgozott az ember, és többször ez előfordult, hogy a 444 ezt sokkal végnézni. Nagyobb kordas hazugságokat is megírt. Ne. Ilyet valahogy nem hallottam még. Biztos, hogy van, láttam már én is embert, akik nem fizettek ki, de szóljanak fel, lépjenek elő, és álljanak ki a fényről. A középszintű vállalkozókat te ismersz amúgy, meg a középszintű vállalkozóknak az alvállalkozóit, meg a negyedik, ötödik szintet ismered. Az a kérdés, hogy ismerek-e minden embert az országban, nem. Annyit viszont biztosan tudok. Tudom, mit szoktak mondani? Mondjuk ezek a 50-100-200 milliós tételeknél? Hogy azért nem tudják kihozni egyébként abban, mennyibe kerül, mert túl sokat kell visszaadni a bizonyos potentátoknak. Tehát, hogy először 10%-ot, most már 30-40, és emiatt megspórolják a negyedik alvállalkozó. Hát, amúgy, nem tudom, ezt ilyet, ez rendszer szintű gyakorlat. Esküszöm, hogy este ki fogok menni az égre, este ki fogok menni az erdőbe, valahol látok szabad eget, és kijósolok hasonlókat ki fogok jósolni a csillagokból. Igen, ez köztudomású tény. Akinek van szeme a látásra, az látja. Nem hiszem azt, hogy nem létezik ez. Nem, az általános. Nem hiszem azt, hogy ez nem létezik. Jó, de ezt tényleg nem tudom. Jó, szerintem ebből semmi konstruktívat nem fogunk kihozni, de megpróbálhatjuk, podcastot is. A bíróság összejátszott. Szerintem rendben. Szerintem rossz filmet néztem. Az a baj, hogy hárman próbáltok túlkiabálni engem plusz Dóri és próbálj műsort vezetni. Tökre értékelem, de hadd válaszoljak. Köszönöm, hogy értékeletek, próbálok műsort vezetni. Ha értékelni, akkor hagynád, hogy beszélni. Igen, szerintem ebből már túl sokszor szóhoz jutottál. Ebből olyan túl konstruktív dolog, úgy látom, hogy most nem fog születni. Úgyhogy akkor lépjünk tovább Mészáros Lőrincre, kezdjük azzal, hogy egyet, hát ha róla tudunk konstruktívan beszélgetni.
ugye azt nyilatkozta a Mészáros Lőrincnek a sajtóosztálya, az egyik cégének a sajtóosztálya, hogy hát őket is megilleti az, hogy nyugodtan nyaralhassanak közszereplőként is. Az egyik kérdés az, hogy egyáltalán érdemes-e róla beszélni, mennyire fajsúlyos kérdés ez a dolog, és hogy megilleti-e az, hogy nyugodtan nyaralhasson. Bocsánat, igen, érdekel. És igen. Nem folytatod azt, amely befejezted, elnézést kérek. Igen, befejeztem. Érdekelni fogunk-e Tóth Gabi válásáról is beszélni, ha már ennyire bulvárosodunk? Ugyan, nem tehát bulvár. Össze lehet hozni a kettőt, Tóth Gabi Mészáros az ugyanaz. Lőrinc, ez nem bulvár. Tehát Mészáros Lőrinc a legsúlyosabb magyar valóság, amitől 10 millió ember szenved, ő szimbóluma. Nem. Ő szimbóluma ennek a rendszernek. Azzá tehát tették, ne... szimbólumává tették. Hát, és kitette azzá, ugye, mert... Emlékszem, hogy az Index tette annak idején szimbólumát, amikor az Index nem ő, hanem Orbán Viktor tette azzá, az Index arról cikkezett folyamatosan, erre emlékszem, hogy Mészáros Lőrincet mennyire támogatja a kormány, most véletlenül, most bizonyíték még nem született ez ellen, de ez alatt jöttek a befektetők, és a befektetők azt látták, hogy ez egy biztos háttérű vállalkozás, és elkezdték nyomni. Tehát ilyen is volt ez. A befektetők azok mi vagyunk. De egyszerűsítsük már a témát. Ahhoz adót is kellene fizetni. Tehát, hogy azt tegyük hozzá, tehát, hogy most... Jézusom, de honnan veszed, hogy nem fizetünk adót, de most komolyan? Nem, ez nyilván ez odaszúrás volt, ez ugyanarra a vádra, hogy mi fizetjük Mészáros. Ez annyira légből kapott. Hát ez így van, de hát nem, hát ez... Azok a NER cégek, amiket ezek az oligarchák így felpumpáltak, illetve az oligarchák gyakorlatilag strómanjai valakinek, ezek milyen innovációt hajtottak végre a magyar piacon, a magyar gazdaságban, milyen kreativitást láttál, ami tényleg olyan, hogy úgy átjött, hogy aha, ezért olyan sikeres. Például minden egyes vállalásukat időre átadták és befejezték, például. Kivéve amelyiket nem, amelyiket nem. Mondjuk az összes ilyen stadion az úgy szokott, igen, az minden úgy szokott épülni, hogy egy ilyen pár évet csúszik és közben duplázódik, de ez most mellékes. Erre nem emlékszem, hogy ilyen lett volna Mészáros Lőrinc cégénél, sőt, én azt is tudom, hogy Karácsony Gergely 4 milliárd forinttal többért épült meg. Én biztos, hogy nem fogom megvédeni Karácsony Gergelyt. Az a baj, hogy nem hallom ugyanazokat, akik Mészáros Lőrincnek én meg tudod, kiket nem hallok? Én meg tudod, kiket nem hallok, akik annak idején offshore lovagoztak. Teljes joggal a szocikat offshore lovagozták, és most kussolnak. Itt van ez a Mészáros Lőrinc kérdés. Mészáros Lőrinc jelenleg az építkezési tenderek a 12,5%-át nyerte meg összesen. Bocsánat, elnézést, 7,5%-át nyerte meg összesen az építkezési tendereknek Mészáros Lőrinc cégei, úgyhogy ő az ország legnagyobb foglalkoztatója. Ezzel szemben más emberek is ugyanúgy nyernek tendereket, vagy nem tudom, hogy a Karácsony Gergely kivel építették a Láncidat, de például az egyen cirka 4 milliárddal többbe került, és nem csinálták el úgy, ahogy kellett. Szerinted volna. Mészáros Lőrinc pusztán a tehetségének és a piaci kérdés. Folyamatoknak köszönhetően nyaralhat jelenleg egy 27 milliárd forint értékű jachton? Kérdezem. De az övé az a jacht? Nem, én kérdeztem. Szerinted azért nyaralhatott, mert olyan ügyes üzletember, mert olyan jó, innovatív gondolkodása van, és annyira ügyesen lovagolta meg mint az aktuális gazdasági lehetőségeket. Szerinted ezért? Azért szerintem azért, mert az a jacht nem az övé. Az, hogy mit keresett annak a jacht? Én nem tudok luxus jachton nyaralni. Engem se engednének fel rá, még WC-t takarítani sem. Nem de... tudom, hogy felengednének-e, soha nem próbálkoztam még bejutni egy luxus jachtra sem. Ja, csak ez hiányzik, hogy nem próbáltuk meg. Ígérem, hogy amíg oda kerülök, még egyszer megkérdezem, szerinted azért van ott, ahol van, mert tehetséges, és ügyesen működött a piacon, ezért van, vagy azért, mert jó ismeretség van. Nem a jachton. Miért az ország leggazdagabb embere? Mert olyan ügyes, vagy azért, mert valakinek a seggéből bújik elő? Melyik a kettő közül? Szerintem ennek rengeteg faktorral nem fogom azt mondani, nem fogok a te, mert amit te mert most nem csinálsz, amit te, nem azért nem mondhatod, elnézést, azért, mert nem értek vele egyet. Te most azt mondod, hogy felajánlasz nekem két lehetőséget, ez nagyon ügyes szendvics. Akkor válasz egy harmadikat. Nem, akkor válasz egy harmadikat. Ez egy retorikai húzás, vagy te lehetőséget válasz. Egy harmadikat, miért ő az ország leggazdagabb embere? Mészáros Lőrinc vállalkozó, már azelőtt is milliárdos volt, már azelőtt is, hogy a Fidesz hatalomra került volna. És az, hogy most mindenféle Orbán párhuzamokat hozunk, hogy ismeri Orbán Viktort, vannak-e, hogy jobban vannak-e, nem volt. 7 milliárdja volt, 7 milliárddal kezdtem. 2010 előtt? Igen. Előtte már volt egyszer Orbán kormány, tehát ő 98-ban... Ja, bocsánat, gyorsan kitömték persze. 98-ban nem volt milliárdos, az hódzi. Igen, 98-ban nem. Én most a 2010 előtti időkről beszélek. Mészáros Lőrinc egy vállalkozó. Rajta kívül 1000 más vállalkozó van. Okay. Ő a világ tehát 2000, a tehetsége folytán került oda, hova került. Biztos vagyok benne, hogy ügyesen játszotta ki a lapjait, és lehet, hogy nem az ő tehetsége, lehet, hogy felvett egy jó tanácsadót, lehet, hogy felvett jó céget, megvett.
Most kinevetsz, az, és ezzel próbálod hitelteni az álláspontomat, de én nem, ez egy teljesen őszinte nevetés volt. Amit én mondok, szerintem, én mondok. Szerintem tök oké, okay, akit mond. Bocsánat, hadd fejezzem már be a rohadt gondolatmenetet, és okay, nem kopázok bele a más beszédébe, elnézést. Itt szerintem mindenki belevág mindenki beszédébe. Én most mondok valamit, azt, hogy Mészáros Lőrinc nem lopott, nem korrupt, nem közpénz, annak ugyanannyi valóság alapja, mint annak, amit Gergő mond, hogy de igen, lopott közpénz, mi fizetjük, mert jelenleg egyikünk sem tudja az ellenkezőjét bizonyítani, és ez most jelenleg arról szól. Minden esetre nem merted, vagy nem akartad kimondani itt a kamerák előtt, hogy egy rohadt ügyes üzletember. És ennek örülök, köszönöm. Tehát nem ezt mondtam, te is azt tudod, mondtam, azt te is mondtam, tudod, és te sem ezt beleállni. Egy ember, egy ilyen céget egyedül, nem, én egy YouTube csatornát vezetek, és jelenleg ott tartok, hogy vágókat kell alkalmaznom, meg ilyen különböző bejátszáskezelőket, meg fényelőket, mert egyedül én nem tudom a videóimat megvágni. Egy szaros YouTube csatorna. Aki azt hiszi, hogy Mészáros Lőrinc egyedül ül egy kis irodában, egy bársonyszékben, és így nyomogatja a gombokat, hogy ő most milyen cégbe hova fektessen be, ez tényszerűen nem igaz. Nyilván körbe menve tanácsadók garmadájával, akik jó, ismerik értjük, a piacot. Jó, értjük, Gyula. Egy gyors kérdés. Tehát, tiéd vagyok. Nem, tehát a kérdés arról szólt tehát a felvetés, kérdés, a kollektív kérdés, hogy, tehát, hogy érdemes-e a médiának avval foglalkozni, hogy Mészáros Lőrinc, meg Várkonyi Andrea jaktozott, hogy tehát most ne a Mészáros Lőrinc státuszáról beszéljünk már. Értem. Tehát ez volt a kérdés, hogy lehet, nem lehet, érdemes, nem érdemes, szabad, nem szabad, mert ugye a Mészáros Lőrincnek a stábja, de nem is tudom melyik cégének a sajtóosztálya azt nyilatkozta, hogy tartsák tiszteletbe a magánéletét, és hogy megilleti a nyaraláshoz a jog, meg de álljon már meg, mert most akkor a Mészáros Lőrinc közszereplő, vagy nem közszereplő? Ha közszereplő? Én közszereplőt minősül minden bizonnyal, viszont... Közszereplő, tehát közszereplő. A bíróság szerint legalábbis. De igen, közszereplő, ráadásul azért a magyar néplélekben, tehát én azért járok az úton, meg járok kelek világos vidéken, tehát azért Mészáros Lőrinc relatíve sokszor előfordul a közbeszédbe. Tehát az emberek vajon közötti... Vajon miért? Vajon kitette a közbeszéd részévé? De figyelj, hát de nem erről szól a kérdés, tehát a tény az, hogy előfordult. Tehát most akkor ne sértődjenek már meg, tehát mozdulják, 700 milliárdnál kurvára ne sértődjenek már meg, pontosan, hogy a média beleköt abba, hogy bazdmeg jaktozik, vagy nem jaktozik, meg hogy a Várkonyi Andrea most bazdmeg a Helt reklámozza, vagy nem reklámozza, meg hogy bazdmeg, tehát a világon, tehát Elon Muskot is lefotózzák, meg mindegyik rohadt milliárdost, nem kell utálnom milliárdos, tehát nem kell utálnom hozzá milliárdosokat, meg mindenkit lefotózzák, a Giorgio Armanit is lefotózzák, értem, a kedvenc milliárdosokat is lefotózzák, meg a nem kedvencemet is lefotózzák. Tehát most ezzel ne sértődjönek már meg 700 milliárdos, hogy oda megy a fotós, és lefotózza a jaktját. Csak mondd ki nyugodtan, hogy valószínű ügynökök mennek oda egyébként. Ezt akartam mondani. De, én ezt pontosan tudom, de én nem azon vagyok felháborodva. Tehát abban is igazad van. A baloldal, aki a Pegazus botrányról beszélt egy éven át, most megfigyelik. Figyelj, simán el tudom képzelni, hogy CIA ügynökök, meg CIA által pénzelt emberek fotózzák le. De én nem ezen vagyok, tudom, én vagyok kiakadva. A Várkonyi Andrea meg a Mészáros Lőrinc kurvára ne akadjon már azon ki, hogy 700 milliárdot keresnek, és közben lefotózzák őket. Hát igen, ez az ára. Ennyire tudunk jó fejek lenni, hogy ellophatták a pénzt, de azért az, hogy erről már ne is beszélhessek, azt az érdekében. Már ezt hozzá valamit. Oké, amikor azt mondta a sajtósa, az Opus sajtós, hogy ne, legyen már joga magánélethez. Nem azt mondta, hogy beperel. Nekem volt, amikor szétbaszott a fideszes sajtó, hogy Nekem volt hozzá jogom, szétbaszta magánéletem, a fideszes sajtó, bazd meg. Küldöd a sajtót, mondd azt, hogy nincsen. Azt mondjuk, arról beszél, és azért nem hagyod, hogy befejezzem, mert attól félsz, hogy mit fogok mondani. Na mondjad, na. Na ennyi.
Itt beszélünk Mészáros Lőrincről, engem jobban érdekel az, engem sokkal jobban érdekel az, ki az, aki lefotózza, mert a bal oldal, aki a Pegazus... A CIA! De hagyd már békén, hogy befejezzem azt a rohadt mondatot! Igen, tudjuk, hogy a ki. Pegazus ügyjel verték a nyálukat, hogy úristen, lehallgatnak újságírókat, erre ügynökök mennek ki, és embereket fotóznak le, akár egy mesterlövés puska, és ugyanennyi erővel lehetett volna mondani, hogy például kettő. Sőt, világháborút is kirobbantottak volna, de nem tették. Na, amikor? Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klárát kérdezték a különböző kérdésekről, akkor azt mondta Klára azt, hogy ha erről fogják kérdezni bárkit, és akkor beperel. Nem emlékszem, hogy Lőrincék azt üzenték volna, hogy beperelnek bárkit, aki ezzel foglalkozik. Azt mondták, hogy zavarja őket. Az, hogy zavarja, ahhoz meg legyen már joga, mint ember, hogy zavarja az, hogy lefotózzák, ami nyaral. És az, hogyha találsz valami, van olyan haverod, aki elhív téged valami kokainos medencés bulira, és meghív téged bulizni, most ettől függetlenül, akkor tehát, hogy most itt megint arról beszélünk, hogy került ő oda. És azért mondtam egy ilyen nagyon sarkalatos példát, mert ez kb. Annyira, hogy felkapja a fejét rá mindenki. Tehát jobb, vagy legalább annyira, mint egy jaktra. Nem a Mészáros Lőrinc jaktja, egy másik ember jaktja, ahova oda mentek, meghívta őt, oda ment. Az, hogy ez miért téma a közéletben, azért, mert témává tették. Érdemben egy mondat, ez semmilyen módon nem fogja befolyásolni sem az én, sem a ti, sem a nézők életét. De. Tehát az a pár ezer milliárd, amit ezek az emberek a járulékvadász mentalitásukkal kiszívtak a közösből, tehát azzal, hogy EU-s pályázatokra, állami pályázatokra gyakorlatilag csak ők tudnak rárepülni. Ez hazugság, tényszerű hazugság. Ez nem tényszerű hazugság, hát erre felállítottak most már bizottságokat, hogy ezt próbálják megoldani. Például az egyszereplős közbeszerzéseket, stb. Az EU-nak is nagyrészt ezzel is van. Hogy mondja végig? Hát nincs vége még, mert még nem kaptuk meg a pénzeket, ugye? És az emberek is érzik, és akinek kis vállalkozása van, az nem tud pályázni, mert mindig úgy vannak kiírva a pályázatok, hogy valamilyen szint fölött nagyon megy, és ott is annak, aki nagyon tudja, a kicsinek nem. Ugyanígy a földek, amikor van egy földek... A Bébé Zsolti éttermény jutott a mi adásunkban, mondta, hogy EU-s pályázatból. Jó, mennyit kapott? 5 milliót, 10 milliót? Fogalmas, nem 100 milliárdot. Nem nyúltáltam a zsebében. Ezek az emberek vitték el az összes állami földnek a tulajdonjogát, ezek az emberek nyerik el az összes nagy pályázatot. A Mészáros Lőrinc vagyonának valami 90%-a EU-s pályázatokból áll össze. Mondja ezt az az oldal, aki több milliárd forint amerikai támogatást kap. Én nem az oldal vagyok. Tehát én nem vagyok Karácsony Gergely, és nem érdekel, meg Márki-Zay Péter se vagyok, és nem érdekel, hogy honnan szedték a pénzüket. Valószínűleg csaltak. Oldják meg. A magyar igazságszolgáltatás járjon el. De azt szeretném, hogy járjon el akkor is, amikor Mészáros Lőrincről van szó. Vizsgálják már meg, hogy lettek ezek a vagyonok. De még a saját törvényeiket sem tartották be. Gulyás Marcék széttúrták Mészáros Lőrincet, még az EU sem tudott olyan érdemi bizonyítékot találni, és nem azért, mert olyan ügyesen ellopták volna, mert olyan ügyesen nem lehet eltudni semmit, hogyha ennyi pénzt ellopnak. De figyelj már, de állj! Igen. Ebbe én se értek velük egyet teljesen, meg veled se, tehát de te harmadik utas vagyok ebbe. Azt, bazd meg, ne vegyék már Magyarországtól, hogy csámcsoghassanak egy ilyenet. Itt egy közös pontunk van, csámcsogjanak, hogy kell erről csámcsogni, vagy kell. Tehát már csámcsogni se lehet. Csámcsogjanak. Kurva jó, bazd meg. Csámcsogjanak. Legalább ennyi maradjon már, csámcsoghassunk rajta. Remek, szuper, Gergő. Számomra már kifejezetten szórakoztató, meg már komikus szinteket is elér a beszélgetés, de igaziból van egy ilyen nagyon-nagyon tragikus üzenete ennek az egésznek, az, hogy ebben az országban egy kifejezetten a kormány által fizetett munkásnak kell ahhoz lenni, hogy a valóság, hogy a teljesen nyilvánvaló, egyértelmű valósággal meredeken szembe menjen az ember. Itt mi mind a hárman, akik itt vagyunk, legalább annyira elutasítjuk a úgynevezett baloldal, vagy akármilyen politikusokat, semmelyikünk se a őrületes támogatója, bármelyik baloldali politikusnak. Tehát én aztán nem az van, hogy amit mi kritizálunk mondjuk a kormányban, az azért van, mert mi, mint ahogy az előbb el is szóltad magad, hogy de hát a másik oldal megkapja a milliárdokat. Nem szóltam el magam, azt mondtam, hogy az az oldal kritizálja az egyiket, amely de nem az nincs itt, az az oldal. Három magyar állampolgár Amikor én valamikor egyetértek a kormányon és kormány álláspontját, mondom vissza. Tehát legyen ez, mint az egész kormány médiában, legyen ez. Pontosan erről akartam beszélni, hogy
a magyar emberek nagy többségéhez ez mindez nem jut el, hogy a háttérben tátogó fejek talán így ez az, ami belőlünk marad, és csak az, amit te mondasz, a valósággal meredeke, tehát tényleg a komikus hát szintig. Miután a valósággal három véleménnyel... De hogy mondja végig. Látom? Hogyan én az előbb? De te azért elég sokat beszéltél ma, kérlek. Ez a tragikus, hogy nekünk mindössze ebből az a következmény, hogy a saját bőrünkön tapasztaljuk a kommunikáció stílusát a kormánynak, de a magyar emberek jelentős részének meg az a következménye, hogy egy ilyen nagyon-nagyon beszűkült, végtelenül torz, a valósággal teljesen ellentétes világot közvetít nekik a kormány média, ami teljesen beuralta már a nyilvánosságot Magyarországon. És ez hogy így egyébként rengeteg tényleg ezekkel ellentétben tényleg alapvetően fontos kérdésben jelentősen egymással nem egyetértő emberek, mondjuk mi hárman, vagy legalábbis mi így biztos sok mindenben nem értünk egyet, de teljesen nyilvánvalóan látjuk a valóságnak ezeket a legalapvetőbb részeit. Ebben így az ellenkezőjét mondjuk annak, amit te mondasz, és soha nem állsz bele érdemi, logikus vitába, mindig egy kicsit így mögé kanyarodsz, lekiabálod a másikat, gyorsan magadhoz ragadod a kezdeményezést, és már valami harmadik dologról kezdesz el beszélni, hogy a végén a Gyurcsány lehessen a hibás, meg az amerikaiak, vagy akármi, hogy nehogy véletlenül ki kelljen mondani, hogy a Mészáros Lőrinc egy rohadt bűnöző, az Orbán Viktor és egész banda egy rohadt bűnöző, attól függetlenül, hogy milyen más rohadt bűnöző. Én ezt hiszem, de nem akarom kimondani, érted? Nem, de az nem, téged azért fizetnek, hogy ennek az ellenkezőjét mondjad. Is tudod, érdekes. Jó. Hát a Pecsi srácoknak dolgozol, azért kapod a fizetésedet, hogy azt a narratívát erősítsd, amit a kormány mond. És te vagy az egyetlen, aki ezért kapja a fizetését, aki ezt mondja, és mindenki más, akármennyire is ellenkezőképpen gondolkodik a világban. Te az, aki az ellenzéknek az egyik mozgalmi dalát énekelted a Legalize-nak a zenéjére. Te állítod magadról, hogy te nem vagy ellenzéki. Ne, kérlek, ne nevettesem. És az, hogy elnézést kérek mindenki... Milyen Legalize-nak? Most a cannabis legalizáló zenémre gondolsz? Egy dallamra gondolsz. Bocsánat, nem. Egy másik valami. Lázadás évére gondolsz? Pontosan arra, igen. Teljesen önkéntesen, ingyenesen, önkéntesen mentél oda az ellenzéknek kampányolni. Teljesen nem érke, akkor nem mond, csak nem mondta, hogy nem vagy ellenzéki. Elnézést, hogy túlkiabáltam másokat, de minek én után saját magamtól csináltam három vél, én is magamtól kezdtem el youtubozni. Minek után három állásponttal vagyok szemben állva, nyilván érvényt kell szereznem a szavamnak, ezért szoktam belevágni, mert három különböző álláspont van az enyémmel szemben. Hát ez egy parázsvita, én is belevágok, ez ilyen, ez tök jó, csináljad, mondja, persze. Ennyi volt igazából, tehát ne nevezzük, mert ne tegyünk már úgy, mintha most itt mindenki autonóm lenne, aki nem ért egyet a Fidesszel, aki pedig egyetért, az vagy ezért kapja a fizetést, vagy agymosot. Tehát ne próbáld ezt. Jó, de a mi esetünkben konkrétan ez a tény, tehát te ezért kapod a fizetésedet, mi pedig egyikünk se kap azért fizetést, hogy az ellenkezőjét mondjuk. Ja, egyáltalán. Én zenész vagyok, szerintem igazából jó, nem tudom a többieknek. Nem tudom. Te kimondanád például azokat a... Most csak mondok egy példát, mert én kimerek mondani különböző dolgokat, nekem jár az a szabadság, hogy én kimondhassam, mert a jobb oldalon nincs ez megmondva nálunk, főleg a pesti srácoknál. Viszont amikor a Pride-on kérdeztek, akkor egy ugyanúgy, ahogy te is... Jó. Még Dávid, még valamit szeretett volna mondani. Szóval amikor azzal kezdődött ez a blokk, hogy ez bulvár-e, érdemes erről beszélni, azt gondolom, mert ezt nem veséztük, hogy ez egy nagyon-nagyon erős szimbólum, és az egy dolog, hogy szerintem Mészáros Lőrinc a konzervatív keresztény oldal szégyene, és ezt fel kéne, hogy ismerjék, meg de Rogán Antal is, meg Habony Árpád is, ezt fel kéne, hogy ismerjék, mert ez szétfogja őket, ez tönkre fogja tenni ezt az oldalt. Ez most beköpte a Pesti, és nézzük már, hogy most tippeljünk már, hogy mi lesz a sorsa. Tehát hagyják, nem hagyják. Ez nagyon érdekes amúgy. Tehát, hogy a Pesti László ezt most így túléli, vagy nem éli túl politikai. Most nem fizikailag. Hát szerintem majd lesz egy ilyen konoszája, hogy majd lesz egy ilyen veszőfutása, és akkor majd megtér újra, letérden, és... Kérdezem, mert nagyon érdekes, mert ezt most tök amúgy szerintem jól vette észre, De már aztán akkor elkezdett. És én hiszek Pesti neki. László szembe ment a Fideszre, és akkor milyen igaza van, értem. Nem. Én abba hiszek neki, hogy ő megpróbálta ezt színfalak mögött elmondani, csak nem hagyták neki, és ezért kényszerült arra, hogy nyilvánosan mondja el. És szerintem én rálátok annyira a rendszer, nem látok rá annyira a rendszerre, mint te, de annyira rálátok, hogy el tudjam hinni, meg azért valamennyire már láttam rá a rendszerekre, hogy az valószínű igaz, hogy nem hagyták neki elmondani négy szem közt, nem hagyták a kritikát úgy elmondani, hogy betartsa a szolgálati utat, és ezért belekényszerült abba, hogy tényleg hűséges Fidesz szopóként amúgy belekiabálja a világba. És én arra leszek kíváncsi, hogy most ezért
megbüntetik, vagy nem büntetik? Mindannyian Pesti László betapasztott szája vagyunk, értem. Jó, igen, van még. Na, én szerint, szóval szerintem ez rá, hogy mondjam, ez meg fogja mérgezni a konzervatív keresztény, magát annak mondó jobboldali csoportosulást. Ez a jelenség, mert ezt minden egyes magyar állampolgár érzi. Igen, nekem hogy ez az nem olyan oké, hogy ez így nem oké. Ismerőseim, akik mondjuk nem nerlovagok, de mondjuk ideológiailag kormánytámogatók minden, azokat egyébként megmérgezte. Tehát azok amúgy szégyelli. Tehát azok, amikor így azért nem szivatom őket, mondjuk magánbeszélgetésbe ilyenekkel, mert tekintettel vagyok arra, hogy ne hozzam őket kellemetlen helyzetbe, de egyébként kerülik ezeket a témákat. Kiábrándult fideszesek, akiből 20 ezer. Nem, ezek fideszesek. Te most ezzel röhögsz. Te most ezzel röhögsz, de ezt nem tudod tenni ezt az oldalt. Fognak szavazni halálukig. Tehát csak mondjuk ezeket a témákat, amikor ezek így feljönnek azok a témák, amikor itt beszéltünk, tök kellemetlenül nézik magukat, és így inkább kimennek a beszélgetményből, érted? Magyarországon ma azért nincsen ez, erre válaszoljál, hogy ez miért van. Ismerni fogom őket, megkérdezem tőlük, megválaszom, de ez őket kellene. Ez elég nagy baj, hogy amúgy nem ismered ezeket az embereket. Magyarországon ma azért nincsen... Ez a törzse a Fidesznek egyébként. Szerintem Magyarországon ma azért nincsen értelmes baloldali kezdeményezés, és nem is lesz, mert volt egy bolsevik diktatúra, volt Rákosi meg Kádár, és ez meg a Acél György, meg mindenféle, meg Grósz Károly, szörnyű mocskok, és ezért Magyarországon nem lehet baloldalinak lenni. És ma Magyarországon azért citokszó a liberalizmus, mert volt egy olyan SZDSZ, amelyik mindent szétcseszett, mindent eladott, meg mindenbe csak a saját hasznukat nézték, meg voltak ezek a kókaféle undorító figurák, meg Gyurcsány is egyébként ugyanúgy liberális, és ezért ezekkel ma semmit nem lehet csinálni, és ha nem fogjátok fel, nem veszitek észre, hogy az, amit itt előadtok, tehát amit így tényleg gusztustalan, normális, ilyen polgári erkölcsel nézve, ez gusztustalan, ez okádék, ez hányadék. És nem veszik észre, hogy ez ugyanúgy fogja őket szétrohasztani. És nem most, mert megvan a hatalom, megvan hozzá a rohadt nagy infrastruktúra, hogy ezt hatalomban tartsák, de 10-20 év múlva ez ugyanúgy fognak röhögni rajta, mint Kádáron, vagy Kókán. Azért nem értek ezzel egyet. Jó, nem kell. Gergő. Csak a 10-20 év, ezt a múltkori ilyen beszélgetésünkkel is elmondtam, hogy szerintem az a szomorú valóság, hogy még csak 10-20 évre sem terveznek ezek az emberek. Még egy 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 évre maximum. Szerintem az a nyilvánvaló határozott célja ennek a maffiának, aki jelenleg irányítja az országot, hogy egy rövid középtávon belül tényleg mindent ellopjanak, amennyire csak lehet, és a saját családjuknak és a haverjaiknak, a saját körüknek, a saját maffiájuknak generációkra előre bebiztosítsa az életet. Legyen elég saját föld, saját magánhadsereg, saját erőforrások, mert pontosan tudják, hogy amivel mert Mészáros Lőrinc miatt, meg stb. Nincs idők foglalkozni az ökológiai összeomlással, meg azokkal a dolgok, ami konkrétan tényleg az életünket fenyegeti folyamatosan. Szóval, hogy ők pontosan tudják, hogy ezek a dolgok jönnek, ők rövid távon mindent el akarnak lopni maguknak, hogy ők biztonságban legyenek. A magyar eléged bolygón fognak boldogni. Igen, sajnos az utolsó témánkra nem jutott idő, ugye a vegyi anyag elosztó központra és a környezetvédelmi aspektusokra, de szerintem lesz még olyan adás, ahol ez még szóba fog kerülni, úgyhogy mindenkinek köszönöm szépen, hogy eljött és részt vett ebben a parázs vitában, a nézőknek is köszönöm szépen, és remélem, hogy le tudják szűrni a megfelelő konzekvenciákat. Viszontlátásra.